Köszöntöm a nézőket! Szabadkán megalakult a Városi Képviselőtestület, megválasztották a Városi Tanácsot és a polgármestert is. Dr. Pásztor Bálinttal, a VKT elnökével beszélgetek. Jó napot kívánok, elnök úr! Először is engedje meg, hogy első munkanapján gratuláljak. A Vajdasági Magyar Szövetségnek évtizedek óta Szabadkán nem volt ennyi képviselője a képviselőtestületben. Mire fogják felhasználni ezt az érdekképviseletet? Mi az, ami önöknek most fontos, ami Szabadka magyar ajkú lakosainak fontos? Köszönöm szépen, ezt a bizalmat arra fogjuk felhasználni, hogy a legjobb tudásunk szerint képviseljük azoknak az érdekeit, akiknek köszönhetően 22 mandátummal rendelkezik a Vajdasági Magyar Szövetség a Városi Képviselőtestületben. Folyamatban vannak a koalíciós egyeztetések a Szerb Haladó Párttal, a többi tisztségre vonatkozóan is. Jelen pillanatban az világos, hogy az alpolgármesteri hely, illetve a 7-tagú Városi Tanácsból 3 tárcát a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai irányíthatnak, ők felelnek érte, illetve a Városi Képviselőtestület elnöki és titkári posztja illetett meg bennünket, és egy polgármester segéd is. Ez masszívabb jelenlét, mint ami az elmúlt 4 évben kitapintható volt. Ma már az első egyeztetés is megvolt az új polgármesterrel. Nekünk az az érdekünk, hogy jó hangulatban, mindenkinek az érdekeire odafigyelve működjön az új városvezetés. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy a magyar emberek szempontjából fontos ügyek hangsúlyosabban jelenjenek meg az önkormányzat munkájában, mint ahogy az előző mandátumban volt. A választási kampány során ön járta a terepet és megismerkedett az embereknek a mindennapi gondjaival. Milyen mértékben sikerül ezt konkrét tervekbe majd átvinni az elkövetkező 4 évben? Tehát mik azok a projektek, amelyekért ön és hát a Városi Tanács VMS-es tagjai majd kiállnak? Én nagyon örülnék annak, ha csapatként működne a városvezetés. A Vajdasági Magyar Szövetségnek megvannak a prioritásai természetesen, de ha az fog működni, ami az elmúlt 4 évben is volt, hogy az önkormányzaton belül kiszorítósdi folyik, ha az fog működni, hogy mindenki csak a saját ügyeit intézi, akkor nem lehetünk sikeresek. Éppen ezért a polgármesterrel ma reggel úgy beszéltem meg, hogy csapatként működünk, és mindenkinek az ügyeire, mindenkinek a prioritásaira odafigyelünk. Mi meg fogjuk valósítani azt, amiről a kampányban beszéltünk. Ezt két célkitűzés megfogalmazásával fejeztük ki. Az egyik Szabadka évszázados jellegének a megőrzése. Tehát mi azt szeretnénk, ha Szabadka egy közép-európai város maradna, hiszen Szabadka legalább annyira a miénk is, mint a velünk együtt élőké, illetve mindenki másé. Emellett pedig azt szeretnénk, ha a 21. századi életkörülmények között élhetnének az emberek. Innen a Városházától 2 kilométerre már olyan körülmények uralkodnak, amelyeken az elmúlt évtizedekben senki nem volt képes vagy hajlandó változtatni. Éppen ezért oda fogunk arra figyelni, hogy ahova csak lehet, eljuttassuk az aszfaltos utat, azért a 21. században ez egy magától értetődő dolog, bővüljön a csatornahálózat, az ivóvízhálózat, hogy a közművek elérhetőek legyenek a lakosok számára. Ez az a két célkitűzés, ami minden mást felölel. El fogunk indulni terepre szeptember első napjaiban a városnapot követően, minden helyi közösségbe el fogunk menni, föl fogjuk térképezni az állapotokat, az igényeket, és egy cselekvési tervet fogunk kidolgozni, amely mentén tervezett formába is átgondoltan zajlik majd a városépítés. Néhány mondatot már mondott a Városi Tanácsról. Ugye a Vajdasági Magyar Szövetség alpolgármestere Kern Imre lett, még a tanácsban 3 hölgy is helyet kapott. Egyes nevek már ismerősek, mások újak, vagyis legalábbis ebben a pozícióban. Néhány mondatban mondana róluk, mit vár, milyen munkát vár, milyen érdekképviselet mentén?
Kern Imre, ahogy én is az előző években közvetve tevékenykedtünk Szabadka érdekeiben, elévülhetetlen érdemei vannak az Y-elágazás megépítése szempontjából, és ugyanígy a Népszínház munkálatainak a kivitelezése szempontjából is fontos volt a tevékenysége. Az, hogy a mai naptól napi szinten főállásban itt a Városházán fog dolgozni, ez a tapasztalatát, a tudását figyelembe véve garancia arra, hogy a mi ügyeink megfelelő mértékben legyenek jelen a városvezetés tervei között. Ami a tanástagokat illeti, három fontos tárcát irányítanak majd a politikusaink. A mezőgazdasági tárcát továbbra is Bognár Pásztor Hajnalka fogja irányítani. Ercsi Hargita a turizmussal, a befektetésekkel és a nemzetközi kapcsolatokkal lesz, illetve van megbízva. Góli Csilla pedig a kommunális tevékenységekkel és a fejlesztéssel. Ehhez kapcsolódik, vagy hozzájuk kapcsolódik a mai naptól Magosi Zsuzsanna, aki a polgármester egyik segédjeként továbbra is a helyi közösségek koordinációjával fog foglalkozni. Mi arra készülünk, hogy nyitottak legyünk minden elképzelésre, minden tervre, hogy elérhetőek legyünk, hogy mindenki fordulhasson hozzánk az ügyes-bajos dolgaival, és egy szolgáltató önkormányzatot képzelünk el Szabadkán. Mi a magunk részéről erre készülünk a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben, de bízom abban, hogy a koalíciós partnerek is így tekintenek a feladataikra. Az önök szemében az új polgármester Stefan Bakić elfogadható partnernek minősül, elfogadhatóbbnak, mint elődje? Nekem az elődjével se volt személyét tekintve semmilyen problémám. A Szerb Haladó Párt nyerte meg a választásokat, a Vajdasági Magyar Szövetség jelentősen megerősödve, de a második helyen került ki ebből a megméretésből. Az új városi hatalomnak a gerincét a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotják. A politikában nem szokás és nem megengedett egymás személyi jellegű megoldásaiba beleszólni. A Haladó Párt úgy döntött, hogy Stefan Bakić lesz a polgármester. Az én feladatom a második legjelentősebb önkormányzati pozíciót betöltve ebben a pillanatban az, hogy a szabadkaiak javára vele együttműködjek, és ma reggel az első találkozónkon ebben is maradtunk, hogy partnerei leszünk egymásnak annak érdekében, hogy egy egységes városvezetés legyen, amely nem egymás kárára, hanem a polgárok érdekében irányítja ezt a várost. Köszönjük szépen, hogy nyilatkozott nekünk. Dr. Pásztor Bálint a szabadkai VKT elnökével láthattak beszélgetést. A híradót Lobod Árpád tudósította.